Magyarország rendkívül mély erkölcsi válságba került. Azok a szólamok ugyanis, amelyeket a kormány több mint egy évtizede hajtogat, egyik pillanatról a másikra üressé váltak. A szavak és a tettek olyan távol kerültek egymástól, hogy mostanra az egész ország számára világos lett, a nemzeti és a keresztény értékrend hangoztatása mögött valójában nincs más, mint Tónik, Barbik és Ádámok. Mennyit, de mennyit hajtogatták nekünk, hogy ez egy családbarát kormány. Hányszor, de hányszor hallottuk a gyermekvédelem fontosságát. Ehhez képest a Fidesz két vezető politikusa nem elég, hogy bűncselekményeben érintett, de még azok között is kirívóan gyalázatos ügyben mentette fel gyakorlatilag az egyik bűnsegédet.